ebben a videóban 15 olyan módszert szeretnék nektek ajánlani, amivel saját magadba tudsz fektetni. Ha megkérdezed egy motivációs előadótól, egy pénzügyi gurutól, vagy egy sikeres embertől, hogy mibe fektessek bele, az első válasz, amit általában szoktak adni, vagy szoktunk adni, mert én is ezt a választ szoktam adni, hogy először mindig saját magadba fektess bele, és utána kezdjél más dolgokba, ingatlan, arany, részvények, kötvények és hasonlók befektetni, hiszen amíg nem fektetsz saját magadba, addig ez az összes többi dolog várhat. És amikor ezt a választ kapjátok, sokatokban felmerül az a kérdés, hogy de hát mégis mi a fenét jelent az, hogy magamba fektessek? Mondjál már erre néhány példát. Ebben a videóban szeretnék néhány olyan példát mondani, amit én is saját életemben megtettem. 15 módja annak, hogy saját magadba tudj fektetni. Az első, amivel kezdeném, hogy megtanultam több nyelven beszélni. Én nekem magyar az anyanyelvem, viszont félig horvát vagyok, amikor gyerek voltam, akkor horvátul beszéltem először, és aztán tanultam meg magyarul. Általános iskolában, valamint középiskolában is tanultam kettő nyelvet is egyszerre, az angolt, valamint a németet. A 20-as éveim elején néhány évet Hollandiában éltem, és ez idő alatt megtanultam hollandul is beszélni. Jelenleg 5 nyelven beszélek, és franciául tanulok, tehát hamarosan elmondhatom magamról azt, hogy 6 nyelven beszélek, és ez a képesség rengeteg előnyt hozott az életemben, ha csak arról van szó, hogy sokkal magabiztosabb voltam, hogyha külföldre utaztam, hiszen tudtam azt, hogy tudok beszélni. Hogyha nem tudsz beszélni idegen nyelven, és elutazol egy külföldi országba, még akkor is, hogyha ott nem az angol az anyanyelv, de legalább tudsz angolul, az a magabiztosság, amit az ad, hogy tudsz beszélni egy más nyelven, mint az anyanyelvet. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és egyáltalán nem lebecsülendő dolog. Én emlékszem, amikor először mentem külföldre fiatal felnőttként, és magabiztos voltam, mert tudtam azt, hogy tudok angolul, tudok németül, semmi bajom nem lehet. Hogyha úgy mész külföldre, hogy nem tudsz egyáltalán semmilyen más nyelven megszólalni, mint a magyar, azzal nem fog sokra menni. Persze manapság abból a szempontból könnyebb helyzetünk van, ami a nyelvtudás hiányát illeti, hogy a telefonodon van egy beépített fordító eszköz, amit ugye le tudsz tölteni, és ezáltal tudsz fordítani bizonyos szavakat, hogyha valakitől meg kell kérdezni az utcán valamit, amikor külföldön vagy, viszont valljuk be. Az egy magabiztosságot fog adni, hogyha külföldre mész, és beszélsz azon a nyelven, amilyen nyelven abban az országban beszélnek, de hogyha nem is kifejezetten azt a nyelvet tudod, de legalább tudsz angolul, az is már sokat segíthet, hiszen az angol az egy világnyelv. Nem mondom azt, hogyha Olaszországba akarsz menni, akkor tanulj meg olaszul, mielőtt odamész. Hogyha angolul tudsz beszélni, az is már nagy segítségedre lehet. Én úgy gondolom, hogy az angol az egyik ilyen alapnyelv, amit mindenkinek illene beszélni, és én megmondom őszintén, én így 2021-ben meg is lepődök, hogyha valaki azt mondja, hogy nem tud angolul, mert semmiféleképpen nem degradáló értelemben mondom, ezt olyan értelemben mondom, hogy ez azért lett meg, mert az iskolában tanultok valamilyen nyelvet. Tehát, hogyha az iskolában van lehetőséged arra, hogy válassz egy nyelvet, akkor mindenféleképpen legalább az angolt választ. Iskolában kötelező valamilyen nyelvet választani, vagyis hát legalábbis amikor én jártam iskolában, még általános iskolában is kötelező volt német nyelvet választani, vagy angolt, én akkor a németet választottam, és középiskolában pedig nem csak egy, hanem kettő nyelv volt a kötelező. Szóval ezért engem kifejezetten meglep, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem beszél angolul. Én úgy gondolom, hogy ez az életed során rengeteg előnnyel fog járni akkor is, hogyha az egész életedet Magyarországon képzeled el. De ami még külön pluszpont abban, hogyha beszélsz angolul, hogy akkor nem kell az egész életedet Magyarországon elképzelned, hiszen akkor kinyílnak előtted a lehetőségek. Lehet, hogy most úgy gondolod, hogy egész életedben Magyarországon fogsz lakni, és ezért nem tanulsz meg angolul, viszont hogyha 5-10 év múlva történik valami az életedben, és el akarsz menni Magyarországról, akkor legalább lenne választásod, hiszen tudod azt, hogy tudok egy másik nyelven beszélni, tudnék külföldön is élni. Viszont, hogyha nem hagyod úgymond nyitva magadnak ezt a kaput, akkor amikor olyan helyzetben leszel, akkor az a kapu eleve be van zárva, és kinyitni nehéz lesz. Ha én nem tanultam volna meg angolul, akkor egyáltalán nem tudnék most ugye itt élni Dubajban, tehát én több mint 10 éve nem élek már Magyarországon, és különböző idegen nyelvek nélkül ezt nem tudtam volna megtenni, és nem értem volna sikereket az életemben, a karrieremben, vagy akár a magánéletemet illetően, hiszen a párom sem magyar, tehát hogyha nem beszélnék angolul, akkor vele sem tudnék beszélni, meg akkor nyilván nem is ismerkedtünk volna össze. Szóval, ha van rá lehetőséged, és remélem, hogy van, akkor mindenféleképpen kezdj el
legalább egy idegen nyelvet tanulni, és ezt vedd komolyan, mert az életed hátra levő részében biztos, hogy szükséged lesz rá, és meg fogod magadnak később köszönni. Én életemben ez volt talán a legnagyobb befektetés, mert elég el tudom képzelni, hogy milyen lenne az életem, hogyha csak magyarul beszélnék. Tehát minden teljesen másképp alakult volna, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy én anno megtanultam angolul. És az is igaz, hogy amikor elkezdtem angolul tanulni ugye a középiskolában, akkor nem tudtam annyira folyékonyan beszélni, mint most, viszont az megadott egy alapot, és maga a folyékony angol beszélgetés, tehát a társalgás része, az akkor jött nyilvánvalóan, amikor kénytelen voltam angolul társalogni, mert nem volt más választás. Ha neked problémát okoz az angol tanulás, vagy igazából bármilyen nyelvnek a tanulása, akkor az egy jó módszer lehet, hogyha olyan emberekkel kezdesz el beszélgetni online, vagy különböző ilyen tanuló alkalmazásokban, vagy tanulócsoportokban, Facebookon és hasonlók, akik szintén azt a nyelvet akarják tanulni, vagy az az anyanyelvük is szeretnének ugye másokkal társalogni. A következő befektetés, amit én tettem saját magamban, és te is megtehetsz, hogy letisztultam, ami a külsőmet illeti, tehát hogyha rólam látnál 10-15 évvel ezelőtti képeket, hidrogén szőkehaj, póthaj, derékigérő póthaj, óriási műkörmök, műszempilla, tudjátok, ez a, nem ez a soros, majd egyébként soros műszempilla van rajtam, hogyha valakinek feltűnne, de egyébként ezt is kb. Havonta egyszer rakok ilyet föl, de akkoriban, meg ugye amikor a 20-as éveim elején voltam, akkor ez a műszempilla, ami rá volt ragasztva a szempilládra, és ugye újra kellett töltetni, sminktetoválás, kihívó ruhák, az akkori koromhoz képest, hát egy 20 éves, az most hogy néz ki, hogy öltözik, az akkor normálisnak számított, és akkor az én korosztályom is úgy nézett ki, ahogy én akkor. De viszont a 30-es éveim fele közeledve rájöttem arra, hogy az az image, amit akkor képviseltem, azt nem szeretném magammal vinni a továbbiakban, és úgymond elkezdtem magamat nem csak belülről, hanem kívülről is letisztítani, és teljesen megváltoztattam a stílusomat, elkezdtem máshogy öltözni, sokkal elegánsabban, elkezdtem máshogy beszélni, másmilyen típusú, stílusú emberekkel vettem körül magamat. Egy ilyen nagy takarítást végeztem nem csak a fejemben, hanem azzal kapcsolatban is, hogy hogyan nézek ki, milyen ruhákat hordok, és hogyan viselkedek. Számomra az egyik nagy befektetés, amit én saját magamban tettem, hogy megtanultam azt, hogy hogyan kell viselkedni ugye különböző eseményeken, tehát ezt etiketnek is szokták mondani, hogy tudd azt, hogy például hogyan, amikor leülsz egy étterembe, akkor hogyan tedd le a szalvétát az öletbe, vagy hogyan használod a különböző evőeszközöket, hogy mit kell mondani valakinek, hogyha találkozol vele elsőre, és egyébként ez egy érdekes dolog volt számomra is, hogy ugye amikor angolul bemutatkozol valakinek, akkor sokan azt szokták mondani, hogy nice to meet you, és az etikett szerint az, hogyha azt mondta, hogy it's nice to meet you, az azt jelenti ugye magyarra lefordítva, hogy örvendek, hogy örülök, hogy találkozol, hát örvendek magyarul inkább így szokták kifejezni, és ez egy ilyen lealacsonyító dolog, tehát hogyha valakinek ezt mondod, az azt jelenti, hogy neked ez egy ilyen óriás nő megtiszteltetés, hogy most ő vele találkoztál, és a helyes kifejezés az volna, hogy how do you do? Néztem ilyen vintage filmeket, például Marilyn Monroe filmeket, és ott ezt láttam, hogy valóban ezt a kifejezést használják újra és újra, egyszer nem hangzik el olyan, hogy it's nice to meet you, hogy örvendek, hanem mindig azt mondják, hogy how do you do? Megfogja a kezét és azt mondja, hogy how do you do? Ez ugye magyarul azt jelenti, hogy hogy vagy. Ezeket a dolgokat nem kell átvenni magyarul, mert magyarul valószínűleg teljesen más etikett szabályok vannak, én ezeket a dolgokat angolul tanultam. Tehát számomra ez egy nagyon fontos lépés volt abban, hogy egy új image-t alakítsak ki magamnak azzal kapcsolatban, hogy hogy nézek ki, hogyan viselkedek, és hogy az ilyen különböző etikai szabályokat egyrészt tudjam, és hogy nem az összeset, de legalább a nagy részét betartsam, és figyeljek ezekre az apróságokra. Ami az etikettet illeti, nem csak ilyen szituációkban érdemes ezzel kapcsolatban tanulni, hogy ha elmész valamilyen partira vagy eseményre, akkor, vagy hogy valakinek a házában mész egy meghívásra, nem csak ott fogod tudni azt, hogy hogyan illik viselkedni, hanem ez üzleti életben is nagyon fontos. Például volt egy találkozót valakivel, akkor utána küldeni neki egy megköszönő e-mailt. Tehát ilyen különböző ilyen üzleti etikai dolgokat is érdemes megtanulni, tehát az életed különböző területein jól jöhet az, hogyha az etikát megtanulod. A következő dolog, ami az én életemben nagy változást hozott, az az utazás. Az, hogy elkezdtem már 20-as éveim elején utazgatni, én gyakorlatilag majdnem az összes kontinensen voltam. Én egy világot látott nő vagyok, és ez egy olyan dolog, ami rengeteget segített abban, hogy egyrészt megismerjem saját magamat, magabiztosabb legyek, mert hogyha egyedül utazol valahova, és én rengetegszer utaztam egyedül, magabiztosságot adott saját magamban, hogy igen, képes vagyok arra, hogy időt töltsek magammal,
nem vagyok az a típusú ember, én alapvetően egy introvertált típusú ember vagyok, de nem vagyok az a típusú ember, akinek szüksége van arra, meg nem érzem magamat jól, meg kiteljesedetnek, hogyha nem vagyok emberek között. Számomra rengeteg önigazolást adott ez, hogy képes vagyok arra, hogy egyedül utazzak, egyedül legyek saját magammal, saját gondolataimmal legyek. Szerintem ez egy olyan dolog, aminek a képességnek rengetegen nincsenek a birtokában, hogy nem tudnak egyszerűen egyedül lenni. Tehát azt mondod nekik, hogy menj el egy kétnapos túrára a hegyekbe egyedül, telefon nélkül, meg fognak őrülni, mert nem tudják elviselni a saját maguk társaságát. És hogyha nem tudod elviselni a saját magad társaságát, akkor hogyan várod el bárkitől azt, hogy elviseljen téged? Tehát én mindenkinek azt mondanám, hogy az életében legalább egyszer, de minden többször annál jobb, menjetek el egyedül utazni, egyedül nyaralni, vagy üzleti útra menjetek egyedül, vagy attól függ, hogy milyen lehetőségeid vannak, mert rengeteget fog saját magadról tanulni, és természetesen másokról is, más kultúrákat ismersz meg, és ezzel jön a következő pontom is az, hogy vedd körbe magad olyan emberekkel, akik máshogy gondolkoznak, mint te. És ez utazás által is lehetséges. Utazol, akkor az kinyit előtted egy más perspektívát. Más embereket ismersz meg, olyanokat, akik teljesen máshogy gondolkodnak, mint te. Hogyha folyamatosan be vagy zárva egy buborékba, úgymond, ugyanolyan nézőpontú emberekkel vagy körülvéve, mindenki ugyanarra a politikai pártra szavaz, mindenki ugyanazokat a típusú hétvégi tevékenységeket végzi, mindenki hasonló dolgokat eszik, mindenki hasonló dolgok iránt érdeklődik, ugyanazon a munkahelyen dolgoztok, akkor be vagy ragadva ebbe a buborékba, és nem látod azt, hogy mi van azon kívül. Én sokszor észre szoktam venni azt, hogy hát leginkább itt YouTube kommentekben szoktam ezt észrevenni, hogy rengeteg ilyen ember van, aki egészen egyszerűen egy ilyen buborékban él, és ez szűklátók, hát szerintem ez az, amit szűklátókörűségnek szoktak mondani, mert számukra teljesen idegen, felfoghatatlan az, hogyha valaki máshogy gondolkodik, mint ők. Tehát ez volna a következő pontom, hogy tudatosan keres olyan embereket, akiknek más gondolkodása van, mint neked, és tanulj róluk is, tanulj tőlük is. Hogyha én nem tettem volna így, és itt szeretném ugye megemlíteni az egyik ilyen saját példámat, de rengeteg ilyet tudnék mondani, de az talán az egyik legjelentősebb, ami nagy változást hozott az életemben, hogy én egészéltem be húsevő voltam, tehát én is ugye Magyarországon nőttem fel. Rántott csirke volt minden vasárnap az ebéd krumplipürével, meg savanyúsággal, szóval ezek után, hogy ugye több évtizeden keresztül húst eszel, és az a normális neked, és én elkezdtem nyitott lenni mások fele, akik nem esznek húst. Miért nem eszel húst? Mi az oka annak, hogy nem eszel húst? És elkezdtem erről tanulni, elkezdtem dokumentumfilmeket nézni, könyveket olvasni, a véleményüket meghallgattam, nem csak személyesen, hanem online is azzal kapcsolatban, hogy az ő életükben milyen pozitív változást hozott az, hogy nem esznek húst. És meghoztam a saját döntésemet, hogy én sem akarok a továbbiakban húst enni, de nem azért, mert kimosták az agyamat, hiszen erről szó sincs, hiszen én alapvetően egy húsevő ember voltam, és én soha az életemben nem gondoltam volna, hogy egyszer el fogom hagyni a húst, pláne úgy, hogy több éves fitness modellkedés van mögöttem, amikor folyamatosan arra volt mosva az agyam, hogy hús, protein és vagy proteinpor, meg túró, meg csirkemell. Ha nem lettem volna nyitott arra, hogy meghallgassam egy másik embercsoportnak a véleményét, akkor nem lennék ma növényi alapú táplálkozáson, ami rengeteg pozitív változást hozott az életembe, viszont ehhez kellett az, hogy ne legyek szűklátó körül a saját húsfogyasztásommal kapcsolatban, és hogy meg tudjam hozni a két ellentétes információ alapján azt a döntést, ami nekem jó. A következő dolog, amivel magadba tudsz fektetni, az az, hogyha különböző tanfolyamokat végzel el. Nekem tudjátok, hogy mi a véleményem arról, hogyha valaki egyetemről megy, hogyha valaki nem ügyvéd, orvos, mérnök vagy hasonló akar lenni, annak szerintem teljesen felesleges sok esetben egyetemre menni, felvenni több millió forintos diákhitelt, ez az egész rendszer úgy van tervezve, hogy pontosan ezt csinálja az ember, hogy elmegy egyetemre. Felvesz egy több milliós diákhitelt, aztán pedig kénytelen elmenni dolgozni egy olyan munkába, amit nem szeret, mivel van egy óriási nagy hitel a nyakán, és aztán vesz egy házat, aztán annak a hitelét is fizetni kell, szóval még inkább nem tudja elhagyni azt a munkát, amit egyébként utál. Szóval ez egy olyan rendszer, amire én
nagyon örülök, hogy erre nem iratkoztam fel soha, és titeket is arra bátorítalak, hogy nézzetek meg azt, hogy milyen alternatív megoldások vannak, hiszen nem mindenkinek kell egyetemre menni azt, hogyha szeretnél marketinges lenni, ahhoz nem kell egyetemi diploma. És tudom, hogy rengeteg olyan munkahely van, ahol csak az alapján szelektálnak, hogy van egyetemi diplomád, vagy nincs. Én úgy kaptam marketing menedzseri, tehát a legmagas, hát nem igazgató, de menedzseri állást úgy kaptam meg, hogy nincs egyetemi diplomám erről, hogy marketinges vagyok, viszont meg tudtam mutatni azt, hogy ilyen és ilyen eredményeket értem el a munkám során marketing menedzserként, és ez segített abban, hogy azt mondják, hogy jó, nézzük meg, hogy hogyan csinálod ezt a munkát. Egy cégnél az számít, hogy legyen eredmény, amit leteszel az asztalra. És ezt a munkát egy olyan emberrel szemben kaptam meg, akinek volt egyetemi diplomája. Tehát én értem azt, hogy sok esetben azt hiszed, meg azt akarja veled a környezeted is elhitetni, meg az egész, hát valószínűleg az egész oktatási rendszer ezt akarja veled elhitetni, hogy egyetem nélkül, meg papír nélkül ugye nem lesz belőled senki. Viszont a gyakorlatban ez nem mindig van így. Én ezt a saját tapasztalatomból is tudom, valamint az is egy fontos részt ennek a kérdésnek, hogy miért kell neked papír? Tehát, hogyha a saját magad ura akarsz lenni, a saját vállalkozásod akarod vezetni, te akarsz lenni a főnök, akkor nem kell senkihez menned egy kis papírral, a kezedben a kis papír alatt a diplomát, értem, hogy megkért, hogy felvenjen oda dolgozni, hiszen te vagy a főnök, te leszel az, aki másokat fog felvenni dolgozni. És én úgy érzem, hogy az elmúlt 10 évben rengeteget fejlődött az online oktatás, abból a szempontból, hogy online el tudsz végezni olyan tanfolyamokat, vagy akár személyesen is el tudsz végezni tanfolyamokat, amikkel utána el tudsz kezdeni dolgozni. Én elvégeztem a marketinges tanfolyamot online. Megtanultam azokat a dolgokat, amiket meg kellett tanulnom, viszont maga a tudás, maga az, hogy milyen vagy abban a munkában, amit csinálni akarsz, az a gyakorlatból jött. És amikor én mentem a kis papírommal, vagyis hát ugye a diploma nélkül mentem egy állásinterjúra még 4 évvel ezelőtt, akkor nekem volt a kezemben egy olyan eredmény, amit be tudtam mutatni, hogy ezt és ezt az eredményt értem el marketing menedzserként. Tehát sokszor az eredmény számít. Szóval, hogyha van erre lehetőséged, akkor nézd meg, hogy milyen online kurzusok vannak, vagy akár személyesen is milyen kurzusokat tudsz elvégezni, ami segíthet abban, hogy azt csináld, amit szeretnél. De például én személyesen végeztem el a life coaching képzést, és én nem azért végeztem el kifejezetten a life coaching képzést, mert life coachként akartam dolgozni, természetesen az is egy velejárója volt, mert érdekelt ez a szakma, és szerettem volna. Leginkább önismereti okokból végeztem el ezt, hiszen amikor végigmész egy life coaching képzésen, akkor neked is ugye saját magadon rengeteget kell dolgozni ahhoz, hogy utána egy jó life coach lehessél. És egy olyan befektetés, amit saját magamba fektettem, és életem végéig ez a tudás, ez a hatalom, amit az adott, hogy elvégeztem egy life coach képzést, az velem fog maradni, és utána elvégeztem a business coach képzést. Egy másik példa lehetne az ingatlanos képzés, a sales tréningek, tehát megtanultam azt, hogy hogyan adjak el. Ezeket a tréningeket elvégzed néhány hét hónap alatt, nem kell hozzá 4-5 évet egyetemre menni, és gyakorlatilag ugyanazzal a tudással fogsz rendelkezni, amit aztán a gyakorlati tudásod által fogsz tudni csiszolni, és azáltal fogsz valódi eredményeket elérni. Rengeteg más képzést is most nem akarok titeket mutatni azzal, hogy minden egyes dolgot felsorolok, de higgyetek el azt, hogy az egyetemen kívül is vannak más lehetőségek a tanulásra. A következő dolog, amit én magamért megtettem, hogy találtam egy mentort. Nem csak egy mentorról van szó, az életem során több mentorom is volt, viszont ez egy olyan dolog, ami szerintem rengeteg ember életéből hiányzik, hogyha szeretnél valahova eljutni, akkor kell valaki az életedben, aki már ott van, ahova te szeretnél menni. Hogyha például valaki focizni akar, és a sport az egy remek példa erre, hogyha focizni akar valaki, és nincsen mentora, nincsen egy edzője, aki segít neki abban, hogy hogyan kell rúgni a labdát, akkor soha nem fog tudni eljutni egy olyan szintre, mint hogyha edzővel gyakorolt volna. Tehát az életed minden területén jól jöhet az, hogyha van egy mentorod, és ezzel kapcsolatban is szoktatok kérdezni, de hát hogy találjak mentort? Az, hogy valakinek egy mentor jön az életébe, az nem egy olyan dolog, hogy valakit felveszel, hogy hello, szeretném, hogyha mentorom lennél,
mert hogyha valaki mentorálni tudna téged, az valószínűleg egy elfoglalt ember, tehát én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik érdemesek arra, hogy mentoráljanak másokat, azok nem fognak foglalkozni veled, ha csak nem érdemled meg azt, nem teszel le valamit az asztalra ahhoz, hogy ez az illető azt mondja, hogy mentorálni foglak. És ez nem egy olyan dolog, amit így leülsz valakivel és azt mondod, hogy figyelj, leszel a mentorom, és akkor oké, leszek a mentorod, akkor csináljuk. Ezt nem így kell elképzelni. Legalábbis az én életemben egyszer sem így kezdődött ez a mentorálás, hogy valaki engem ugye mentorált, hanem ez egy olyan természetes dolog, ami egyszerűen csak kialakult. Tehát amikor ingatlanosként kezdtem el dolgozni, elmentem a kollégáimmal az ő tárgyalásaikra. Beültem velük az autóba, és mentem velük a tárgyalásaikra, mert kíváncsi voltam arra, hogy ők hogy csinálják. Tehát tanultam tőlük, hogy ők hogyan dolgoznak, ők hogyan kommunikálnak az emberekkel. Ez a mentorálás, hogy nézed azt, vele vagy, nézed azt, hogy ő hogyan csinálja azt, amit te meg akarsz tanulni. Vagy amikor elkezdtem életmódot váltani, és volt egy mentorom, aki egy barátom volt, és ő volt az, akihez tudtam kérdésekkel fordulni, és ő volt az, aki támogatást és tanácsokat adott az utam elején. Hogyha úgy érzed, hogy jelenleg nincs ilyen mentor az életedben, meg nem is tudod azt, hogy ki lehetne ez az illető, hogyha csak könyveket olvasol, vagy hogyha nézed az én videóimat, rám is tekintesz úgy, mintha egy mentorod volnék. Kérdezz tőlem, az Instagramon szoktam ugye kérdezz felelek sztorikat csinálni, vagy olvas könyveket is. Én szoktam olyan emberekre is mentoromként tekinteni, akiktől könyvet olvasok, Robert Kiyosaki, Tony Robbins, ők a mentoraim. És ezzel elérkeztünk a következő ponthoz, hogy olvas könyveket. Szerintem az egyik legnagyobb probléma az oktatási rendszerrel az, hogy megutáltatják szó szerint az emberekkel az olvasást, a gyerekekkel az olvasást, tehát a kőszívű ember fiait olvastatják veled, ami egy nagyon nehéz és nagyon unalmas olvasmány, és annak ellenére is, hogyha eleinte mondjuk szerettél olvasni, mert a kis herceg még érdekes volt, egy idő után szó szerint megutáltatják veled az olvasást a kötelező olvasmányokkal. Én nem tudom, hogy jelenleg miket olvastatnak az általános vagy a középiskolában a gyerekekkel, de azok a könyvek, amiket mi nekünk kellett olvasni. Szóval ahelyett, hogy olyan könyveket olvastatnának, amikből lehet tanulni, tehát én a titkot azt kötelezővé tenném minden egyes gyereknek, hogy elolvassa a titkot, mert ez a titok. Tehát olyan alapvető dolgokat nem tanulunk meg az iskolában olvasás közben, ami nagyon fontos volna az, hogy életünk további részét, az univerzumot megértve és az univerzummal harmóniában tudjunk élni, hogy valami elképesztő. Tehát arról nem tanulnak a gyerekek az iskolában, hogy hogyan indíts el egy vállalkozást, hogyan ne szorulj rá arra, hogy papírral kelljen kopogtatnod az ajtók, hogy valaki vegyen már fel munkásnak, mert hát persze, hát ez a rendszer, tehát miért is tanítanának bármi mást az iskolákban. Szóval ezeket a dolgokat magadtól kell megtanulni. Hogyan állj a saját lábadra, hogyan érj el anyagi függetlenséget, hogyan legyél egy jó ember, hogyan segíts más embereknek, hogyan adj vissza a világnak abból, amit már van, hogyan tedd jobb helyé ezt a világot. Tehát ezek azok a dolgok, amikről olvasás közben fogsz tudni tanulni, és hogyha nem szeretsz könyvet olvasni, akkor a hangos könyvek az egy nagyon jó alternatíva erre. De mindenféleképpen azt javaslom, hogy olvas. Én minden egyes héten elolvasok egy könyvet, tehát az évente 52 könyv. És hogyha nem tettem volna így az elmúlt közel 10 évben, akkor most nem tartanék ott, ahol vagyok. És azt elfelejtettem mondani, mert mindig elfelejtem mondani, mert számomra az olvasás az mindig egy olyan dolog, amit azért csinálok, hogy abból tanuljak, ami által növekedni tudok úgy, mint ember. Viszont ez a fontos, hogy olyan könyveket olvas, ami által növekedni tudsz, mint ember, nem pedig Harry Pottert, meg romantikus novellákat. Befektetés, amit tettem saját magamban, hogy elkezdtem jobban értékelni az időmet, mint a pénzemet, és pénzzel visszavásároltam az időmet. Ez lehet egy olyan dolog, hogy például nem magamnak csinálom a manikűrömet, hanem kijön házhoz a manikűrös, pedikűrös hetente egyszer is megcsinálja a körmömet, a lábamon és a kezemen. Vagy az, hogy bejárónőm van, és nem kell azzal foglalkoznom, hogy takarítsam a lakást, vagy hogy szakácsom van, és nem kell azzal foglalkoznom, hogy főzzek, vagy hogy sofőröm van, és nem kell azzal foglalkozzak, hogy vezessek, vagy hogy asszisztensem van, aki az ügyfélszolgálati kérdéseket intézi helyettem. De ez csak néhány példa arra, hogy én hogyan vásároltam vissza saját időmet, és ezt te is megteheted. Tehát meg kell nézned azt, hogy mik azok a szegmensei az életednek, ahol sok időt töltesz ahhoz képest, hogy azt mennyire olcsó volna megvásárolni azt az időt. Tehát, hogyha például én választolnék az összes ügyfélszolgálatos kérdésre és e-mailre
ami bejön a cégemen keresztül, az naponta legalább 4-5 óra hosszát elvenne. Tehát ahelyett, hogy én 4-5 óra hosszát töltök ezzel egy nap, egy havi fizetéssel ezt ki tudom váltani, és oda tudom adni ezt az asszisztensemnek, és ő csinálja ezeket a dolgokat helyettem. Vagy hogyha például naponta, nem tudom, fél órát vagy egy órát töltenék azzal, hogy takarítom a lakást, ez egy nagyon minimális összegért, tehát körülbelül 8000 forintba kerül az, hogy 2 óra hosszát jön. Nyilvánvalóan nem csak takarít, meg nem akkora koszt van minden egyes nap, hogy takarítani kell, hanem megcsinál mindent. Vasa, mos, ágyat, tehát mindent. És az én időm az sokkal többet ér annál, mint hogy egy olyan munkát végezzek, ami 4000 forintot ér egy óránként. Tehát az én időm ennél sokkal többet ér. Neked is biztos, hogy vannak ilyen dolgok az életedben, amikor azt mondod, hogy nézd, itt van ez a dolog, amit csinálok, például a takarítás. Mennyit ér az én időm, hogyha például személyedző vagy, és a személyedzésnek az ára mondjuk 15000 forint egy óra, viszont a takarítónak az ára 4000 forint egy óra, akkor neked azzal, hogy eltöltesz egy órát a takarítással, akkor ott rögtön mínuszban vagy, hiszen te 15000 forintért tudnál egy klienssel lenni, de ehelyett te otthon vagy, és egy olyan munkát végzel egy órán keresztül, aminek 4000 forint az óradíja. Tehát ezeket a kalkulációkat nyilvánvalóan mindenki saját magának fogja tudni kiszámolni, és mindenkinek más számok fognak kijönni. Tehát ezen érdemes elgondolkozni. Nekem ez egy olyan dolog volt, ami óriási szabadságot és megkönnyebbülést adott az életemben. Pénzből mindig lesz több, viszont időből nem lesz több. Tehát nem akarok senkit lesokkolni ezzel a ténnyel, de egyszer meg fogunk halni. Tehát az időnk az nagyon ketyeg. A pénz az nem annyira. A következő dolog, amit meg tudsz tenni saját magadért, hogyha megtanulod azt, hogy hogyan adj el. Rengeteg ilyen sales kurzus van, akár online is, offline is, tehát az a tudás, hogy megtanulod, hogy hogyan adj el valamit, az életed minden területén, nem csak a munkától kezd, nem csak a munkádban, hanem a párkapcsolatodban, baráti kapcsolatokban. Rengeteg előnyt fog az számodra hozni, hogyha tudod azt, hogy hogyan adjál valamit. És nekem ez volt az egyik ok, hogy én szerettem volna ingatlanos lenni, mert tudtam azt, hogy az ingatlanos képzésen olyan dolgokat fogok tanulni, és az ingatlanos munka közben olyan dolgokat fogok tanulni az eladást illetően, ami aztán az életem hátralevő részében segíteni fog, és ez így is történt, és valószínűleg a továbbiakban is így lesz. Amikor azt mondom, hogy tanuld meg, hogy hogyan kell eladni, akkor nem azt mondom, hogy azért tanuld meg, hogy hogyan kell eladni, hogy aztán tévéket adj el a MediaMarktban, hanem azért kell tudnod azt, hogy hogyan adj el, mert ez egy olyan képesség, egy olyan készség, ami az életed összes területén utána jól fog jönni. A következő befektetés, amit tudsz magadba tenni, az az, hogy tanulsz a pénzügyekről. Ez lehet a már előbb említett mentorokon keresztül, könyveken keresztül. Ez a lépés, ez egy olyan dolog, ami összhangban van a többivel, amiket már említettem, tehát nem is akarok erről sokat beszélni. A lényeg az, hogy tanulj arról, hogy anyagi dolgaidat hogyan tudod menedzselni, mert hogyha ez a készség hiányzik a repertoárodból, akkor nagyon nehéz életed lesz. Mert nem az a lényeg, hogy valaki mennyit keres, hogy szám szerint mekkora a fizetése valakinek, hanem az, hogy hogyan menedzseled a bevételedet, attól függ az életminőséged. 100000 forintot is be lehet osztani jól, és 1 millió forintot is be lehet osztani rosszul. Ez nekem is egy olyan dolog volt, amit meg kellett tanulnom, és megmondom őszintén, én ezzel sokat szenvedtem, mert nem volt egy jó alapom, viszont amit nagyon jól csináltam már, hát ugye a kezdetektől, hogy nekem soha nem volt hitelem, soha nem vettem semmit hitelre, még egy telefont sem vettem részletre, egy hitelkártyám nem volt, nem vettem lakást részletre, tehát minden egyes dolog, amit vettem, az készpénzre vettem. Én erre nagyon büszke vagyok, ezt minden pénzügyi videóban el szoktam mondani, mert én úgy látom, hogy az emberek többsége azért nem él anyagi függetlenségben, mert függnek valamitől, függnek egy hiteltől, és ez egy óriási hiba, tehát ez egy olyan dolog, amit érdemes mindenféleképpen elkerülni. És a másik dolog, amit én nagyon jól csináltam, hogy már a kezdetektől elkezdtem több forrást kialakítani magamnak, tehát én soha nem fügtem egyetlen egy bevételi forrástól, mindig voltak különböző forrásaim, tehát ez nagyon fontos ahhoz, hogyha szeretnél anyagilag független lenni. Tehát elkezdtem a pénzügyeimmel foglalkozni, elkezdtem befektetni, elkezdtem arra gondolni, hogy mi lesz velem 20-30-40-50 év múlva, és a pénzügyeimet ennek megfelelően kezdtem el menedzselni, és befektetni, félretenni, budgetelni, de tudjam azt, hogy mekkora a büdzsém arra a hónapra, és ezek nagyon fontos lépések voltak. Hogyha szeretnél egy videót arról, hogy nekem konkrétan milyen
bevételi forrásaim vannak, akkor azt írd meg kommentben. Most már nagyon hosszú ez a videó, de akkor is befejezem, hogyha már leírtam ezeket a dolgokat. Amikor leírtam ezt a listát, akkor az én fejemben sokkal rövidebb volt ez a videó, de remélem, hogy nem bánjátok. Szóval a következő dolog a kreativitás, és ez egyébként ez a videó készítés is, hogy megtervezek egy videót, leírom a jegyzeteket, mikről szeretnék beszélni, megcsinálom magát a videót, ugye felveszem, aztán megvágom a videókat, aztán feltöltöm a YouTube-ra, aztán elkezdem promotálni az Instagramon ezt a videót. Tehát ez a kreatív munka, ez számomra egy olyan dolog, ami egy befektetés volt saját magamba, de nem csak erről a kreativitásról beszélek, ugye videókat készítek, hanem arról is, hogy szoktam festeni, tehát valami olyan kreatív munkát találni, amit valóban élvezel csinálni, és ami által ki tudsz teljesedni, szerintem ez nagyon fontos ahhoz is, hogy befektess saját magadba ezáltal, hiszen rengeteg dolgot tudsz magadról tanulni, és a készségeid repertoárja egyre és egyre növekszik. De azért is nagyon jó, mert amikor, ahogy idősödünk, ugye egyre, hát ugye az agyunk is egyre fáradtabb lesz, és a kreativitás az egy olyan dolog, hogyha kreatív dolgokat csinálsz nap, mint nap, ami segít abban, hogy itt is fit maradjál, mert az egy dolog, és ez a következő pont, hogy az ember testileg épp és testileg fit, viszont mi van a fejedben, az is nagyon fontos. És végül, de nem utolsó sorban a következő pont, hogy egészséges életmódot alakítottam ki magamnak, és ez egy olyan befektetés, ami többszörösen meg fog térülni. Ha most nem foglalkozol az egészségeddel, annak az árát később kell megfizetned, és ez az idézet az én fejemben újra és újra megfordul, mert én mindig emlékeztetem magamat erre, hogy mi a, amit most csinálsz, azért 20 év múlva kell majd fizetned. Ezért is nagyon nehéz számomra azt mentálisan például feldolgozni, hogy én tinédzser koromban elkezdtem dohányozni, és nagyon hosszú évek is sajnos dohányoztam. És ez egy olyan dolog, amit én nagyon-nagyon megbántam, és bárcsak ne tettem volna. Kár, hogy akkoriban nem nyitotta fel senki a szememet. De rá kell jönnünk arra, hogy az, amit most csinálunk ebben a pillanatban, az azért később kell majd fizetnünk az egészségünkkel leginkább. Szóval ahelyett, hogy McDonald's-ban ennél, meg ülnél a tévé előtt egész nap chipset zabálva, kezdj el valamit csinálni, kezdj el valamit mozogni, valami olyat, amit szeretsz csinálni. Minden egyes embernek van legalább egy olyan mozgásforma, amit valóban élvez. Nem azt mondom, hogy mindenkinek az edzőterembe kell járni. Meg ugye most már rengetegen nem is tudtak oda menni, a magyar kormánynak köszönhetően. Biztos, hogy tudsz találni valami olyan mozgásformát, amit szeretsz, ami kikapcsol, amit élvezel, és nem csak élvezed, hanem egyúttal jobb fizikai állapotba is kerülsz a végzés által. Valamint az egészséges életmód is egy ilyen dolog. Viszont ezekről a témákról az idei VIP tagságban lesz szó, úgyhogy ha szeretnél többet hallani az életmód témában, edzés, étkezések, mindset, ugye, hogy gondolkodásmód, akkor várlak a VIP csoportban, ahol exkluzív videókat láthatsz, a link a lenti leírásban. Köszönöm, hogy megnéztetek ezt a videót, hogyha van bármilyen kérdésetek, bármely ponttal kapcsolatban, írjátok le azt, valamint írjátok le azt is, hogy ti milyen befektetéseket tettetek saját magatokba. Köszönöm, hogy megnéztetek ezt a videót, legyen szép napotok, sziasztok!